Amikor én ide kerültem, én falusi lány voltam, nekem kinyílt a világ, engem soha sehova nem engedtek, és én azóta szexárdinak vallom magam, és itt van mindenki, a barátaim, a rokonaim, a munkatársaim, és én nagyon szeretem ezt a kis várost. Én nagyon jól érzem itt magam, 47 éve. Én már hatodikos koromban eldöntöttem, hogy szülésznő leszek, mert nagyon szeretem a kisbabákat, még 14 éves koromban is babát kértem ajándékba, úgyhogy én akkor eldöntöttem, és akkor volt ez a lehetőség. Szexárdon megindult ez az egészségügyi szakközépiskola, és akkor egyértelmű volt, hogy én ide jelentkezem. Hát teljes embert kíván mindenféle téren. Az egy kicsit nehezebb, de nagyon szép. Én nagyon szerettem, sokat foglalkoztam a kismamákkal, és nagyon sokat beszélgettünk mindenféléről, nagyon sok vigaszt nyújtottam. Úgy érzem, szerettek, többször kaptam visszajelzést, és 21 éven keresztül csináltam ezt az utolsó időszakomat, ahol csak a kismamákkal foglalkoztam. Végül is én hozzám az utolsó egy hónapban jártak igazából, és én nagyon szerettem őket, és ez volt nekem a 47 év alatt a legszebb időszak, ez a 21 év, amikor csak és kimondottan kismamákkal foglalkoztam. Az a jó, hogy igazából nem betegek, hanem egészséges emberek, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez csak teljes szívvel, lélekkel, ez tényleg nem csak egy szakma, hanem egy hivatás, azt lehet mondani. Mert ha valaki ezt nem szereti csinálni, szeretni kell a betegeket is, és csak úgy tudja csinálni. Ha nem szereti, akkor őt se fogják, és nem fogadják el, amit mond. Tehát teljes erőbedobással kell ezt csinálni. Másképp nem lehet. Nem kaptam még különösebben semmilyen díjat, de köszönöm szépen, hogy elismernek azért, ez nagyon jól esik.